Sok szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit, dicsértessék a Jézus Krisztus! A Lélekemelő című vallási műsorunkat látják. A mai alkalommal Szent Máté könyvéből olvasok egy részletet, a 20. fejezet első 16 versét. Ez a szép példabeszéd a szőlőmunkásokról szól, a meghívásról, a vállalkozás, az élet lehetőségéről, a szőlős gazda nagy lelkűségéről, jó akaratáról, és mondhatnánk így összefoglalóan, hogy az egyetemes meghívásról, amit a példabeszéd alapján az üdvösségre vonatkoztatunk, vagyis Isten mindenkit hív az ő szőlőjébe, mindenkit hív az életre, mindenkit hív a vele való közösségre. Bevezetőként ezt említem meg erről a szép történetről, példabeszédről, mely már elhangzott itt a Lélekemelőben is, és bizonyára van több olyan szentírási hely, olyan szentírási szakasz, mely többször is előfordul műsorainkban, de ne feledjük el, hogy a szentírásnak a megismerése, a szentírás történeteinek megértése, elemzése mindig ad új lehetőségeket. Ugyanis olyan ez, mint a személyes emberi kapcsolataink területén az ismerkedés, mivel Isten szól és személyesen megszólít bennünket a Szentíráson keresztül, ezért lehetséges az, hogy mindig valami újat is kapjunk. Mert mi emberek időhöz kötötten, változó életben haladunk előre életutunkon, mi magunk is változunk, és bár Isten változhatatlan, de az ő kimeríthetetlen gazdagsága, az ő tanításának nagy kincses tára alkalmat nyújt arra, hogy azt egyre jobban, vagy egyre alaposabban, egyre gazdagabban megismerjük és megértsük. Ezért van az, hogy ugyanarról a szentírási helyről újabb és újabb szempontokat tudunk megemlíteni, felfedezni, és újabb élethelyzetünkben, fejlődő önmagunkban több következtetést és más-más következtetést tudunk levonni. Hallgassuk meg tehát most a szentírási részt Szent Máté könyvéből a 20. fejezet első versétől a 16a versig tartó részt. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment a szőlőjébe munkásokat fogadni. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A 3. óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a 6. és a 9. órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül? Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez, hívd össze a munkásokat, s add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen,
Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem, de egy dénárban egyeztél meg velem. Ami a tiéd, fogd és menj. Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Szent Máté evangéliumából idéztem a 20. fejezet első 16 versét. Példabeszédet hallottunk. A példabeszéd mély igazságokat tár fel, csak az hallhatja és értheti meg a példabeszéd üzenetét, akinek van füle a hallásra. Sokszor az Úr Jézus maga is elmagyarázza a példázatait, de vannak olyan általános ismertetőjegyek, olyan jelképek a példabeszédekben, amelyek segítik amúgy is a Szentírás egészének, teljességének összefüggés rendszerében a helyes megértést. Tehát így módon a szőlőskert, a szőlősgazda már régi ószövetségi képzetek alapján könnyen megérthető, hiszen Izrael népét, a választott népet tartja az Ószövetség az Úr szőlőjének, és nyilvánvaló, hogy akkor a szőlősgazda maga az Úr. A bevezető gondolat elmondja, hogy miről is szól a példázat, mit akar ábrázolni. A helyzet, a szereplők mindig fontosak a példabeszédekben, mert ezek tárják fel az üzenet lényegét, ezek megvilágítják az üzenet mélyebb értelmét. Így tehát a szőlőmunkások, a szőlős gazda személye igencsak fontos, de még inkább fontos a helyzet, mégpedig a munkások, szőlőmunkások meghívása, felfogadása a munkába, az ő élethelyzetük javítása, a megélhetésük, a létük biztosítása, amely ebben az esemény sorban megtörténik, azáltal, hogy a szőlősgazda különböző időpontokban, a nap különböző napszakaiban meghívja és felfogadja őket arra az idény munkára, arra az alkalmi munkára, amiről itt hallottunk. Úgy kezdődik a példázat, hogy a mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Vagyis a példázat a mennyek országáról szól. Nem a szereplők magyarázzák meg igazán a mennyek országának titkait, hanem a helyzet, amelynek fontos szereplői az adott személyek, de itt a helyzet ad magyarázatot arra, hogy milyen a mennyek országa, mi is történik ott, milyen tág lehetőségei vannak annak, hogy belépjen valaki a mennyek országába. Pontosabban a helyzet azt mutatja, hogy olyan nagy lelkű a szőlős gazda, a szőlő ura, hogy ő mindenkit felfogad, akit csak talál a piac téren, és alkalmat ad a megélhetésre, a tevékenységre, alkalmat ad a munkára, az értelmes létezésre. Ott van a piac tér, mely nem lehet más, mint ez a világ, amelyben ott vannak a keresők, a várakozók, ott vannak azok, akiknek esélyt kell adni az értelmes léthez. Világos, hogy ezt az esélyt, vagyis az értelmes életre való lehetőséget egyedül a szőlő ura adhatja meg. Egyedül az Isten adhat az embernek értelmes létezést, arra lehetőséget,
élethivatást. Egyedül az Úr adhat az ember számára életteret és a megélhetési körülményeket. Meg is teszi ezt a szőlős gazda. Mindenki számára nyitott a lehetőség arra, hogy beálljon dolgozni. Mert itt jó akaratú, kereső személyekről van szó, legalábbis abban a mentegetőzésben ez fogalmazódik meg, amely az utolsók részéről elhangzik, amikor azt mondja a szőlős gazda, hogy miért áldogáltok itt egész nap tétlenül? Megvádolja őket, hogy lusták, vagy úgy tűnik, mintha ők elhanyagolták volna a nap korábbi szakának, időszakának a lehetőségeit, mintha későn keltek volna föl, későn érkeztek volna, nem lettek volna elég éberek, sok mindenre lehet gondolni, de a válasz megadja a magyarázatot, hogy itt nem lusta, mi haszna emberekről van szó, akik felelőtlenül elhanyagolják a lehetőségeiket, hanem vétlenek ebben a tekintetben, hiszen azt mondják, mert senki sem fogadott fel minket. Tehát ők jó akarattal, jó szándékkal érkeztek oda, de nem volt, aki felfogadja őket. A jóságos szőlős gazda természetesen megadja nekik is a munka lehetőségét. Érdekes elgondolkodni, tehát talán főcímként azt adhatnánk ennek a történetnek, hogy egyetemes meghívás, mégpedig az értelmes életre, vagy hívő megfogalmazásban, az üdvösségre. Istennek ez a szándéka, hogy mindenkit meghívjon, és mindenkinek lehetőséget adjon itt a Földön az életre, az értelmes tevékenységre, és aztán az élet kibontakozására, vagyis a boldog örök életre, az üdvösségre. Aki keres, aki jó akaratú, aki élni kíván ennek a meghívásnak lehetőségével, az tud majd boldogulni, és azt megkapja azt a, mondjuk így, legfontosabbat, amely a történet szerint a lét minimum, mai szóval minimál bér, egy napi napszámnak az összege, tehát egy napi munkának a minimális összege, amelyből még meg lehet valahogy élni. De az üdvösség összefüggésében, majd erre kitérünk, itt arról a minimumról van szó, az az egy dénár, az a lehetőség, hogy mégiscsak az életre, a megmaradásra az Úristen lehetőséget adott, és ezt az ember megkapja, ezt elnyeri. Valahogy olyan ez, mint bizonyos vizsgákon, vagy a diákok esetében, vagy felvételik esetében, mondjuk a felső oktatási intézmények bejutás esetében. Olyan ez, mint a ponthatár. Az ember eléri legalább azt az első határt, amelyre be lehet jutni az adott intézménybe, és már ettől boldog, mert megvan a lehetőség. Nem zártak ki, nem vesztettem el az esélyt, tehát bejutottam. Nyilván az még nagyobb büszkeséget ad az embernek, hogyha valami magasabb pontszámmal jut be valaki az adott iskolába, de ez már ilyen értelemben a bejutás szempontjából közömbös. Itt majd utána lehet még bizonyítani, de a lényeg az, hogy eléri valaki a pont határt, bejut. És még lehetne sorolni az ilyen pontozásos rendszereknek a példázatait, de a lényeg az, hogy ebben az egy dénárban fel kell, vagy fel lehet ismerni magát, az esélyt, a lehetőséget, a megélhetésre, vagyis a bejutásra, az üdvösség elnyerésére, amit mindenkinek
felkínál az Úr. A bibliai részletesebb tűnődés előtt, mint említettem, vannak mindig sajátos új helyzetek és szempontok, amelyekkel megvilágíthatjuk egy-egy bibliai szövegnek az értelmét, vagy egy-egy újabb élethelyzetben mi is másként értjük azt, mást üzen számunkra, másfajta következtetéseket vonunk le az adott újabb helyzetben. Így például eltűnődhetünk azon, én magam eltűnődtem azon, Szent István királyunk ünnepén, és mivel ez a műsor ennek a hetében készül, 2013. augusztusában, ezért eltűnődtem, és megemlítem ezt a tűnődést a Szent Istváni ünnepünkön, amikor együtt az ország, együtt a nemzet, és ez örvendetes, és velünk vannak még az a kívülállók, vagy nem idegeneknek nevezzük őket, hanem a vendégeink, a külföldiek például. Tehát együtt vannak az érdeklődők, akik velünk együtt ünnepelhetnek. A nagy nemzeti ünnepnek sokféle eseménye is, rendezvénye van általában minden esztendőben. Két állandó program van többek között, több is van, de kettőt említek csak most. Az egyik a Szent István napi Szent Jobb körmenet, a másik pedig az este kezdődő tűzijáték. Eltűnődtem azon, hogy bizony szép számmal voltak ugyan a körmeneten, illetve a szentmisén, a Szent Jobb szentmiséjén, de ez jóval kisebb létszám, mint amire egyéb események, főleg a tűzijáték vonza az embereket. Tele volt a Szent István bazilika előtti tér. De amikor a körmeneten haladtunk a Szent Jobb előtt, én is ott lehettem a papok sorában, akkor az út mentén érdeklődők, nézelődők, kíváncsiskodók álltak, és hát nyilván akik a szentmisén részt vettek, beálltak a sorba, és végig vonultak a körmenet útvonalán, és kísérték első szent királyunk, Szent Erekjéjét, mint egy kifejezve az őseink hagyományaihoz és értékeihez, és a jelenlegi értékeinkhez, nemzet tudatunkhoz kapcsolódó ragaszkodást. A létszám ugyanakkor jóval korlátozottabb volt, vagy kisebb, szűkebb volt, mint amit később tapasztaltam a viharos időben, viharos szél volt, mint ismeretes, és bizony az is kérdéses volt, hogy meg lesz-e a tűzijáték, megtartják-e a tűzijátékot, mert a változó időjárás ezt még az utolsó pillanatig kérdésessé tette. De a hidakon, a domboldalakon, hegyoldalakon, de legfőként a Duna két oldalán, a rakpartokon, sűrű tömegben álltak az emberek, a várakozók, az érdeklődők, mert ez a látványosság, amely valóban, talán mondhatjuk, hogy kell is a népnek, nem a régi római felfogás szerint, hogy kenyeret és cirkuszi játékokat a népnek, hanem mégiscsak egy ünnepi esemény, és mint látvány valóban gyönyörködteti az embert, a tűzijáték, tehát lelki élménynek is fel lehet fogni. Hát ez igen sokak érdeklődését kiváltotta, és látható volt az az óriási tömeg, amely a tűzijáték helyszínét, és bizonyára még távolabbi helyszínekről is nyomon követte, és a látványt, az eseményt figyelte. A létszámarány elgondolkodtatott. Van egy természet fölöttire irányuló esemény, ez az eukarisztia, a szentmise, a mennyei asztal körülvétele,
a mennyei lakomában való részesedés. Ezt jelenti a hívő ember, a keresztény ember számára, a katolikus hívő számára, a szentmise, vagy protestáns testvéreinknek az úrvacsora. A tűzijáték látványosság nagyon szép, és gyönyörködtető, de érdemes elgondolkodni a tűzijátéknak az igazán ingatag mi voltán, tehát a tűzijátéknak valóban a tovatűnő és csak átmeneti jelenséget alkotó megjelenésén és természetén érdemes ezen elgondolkodni. Ugyanis már maga az időjárás is kérdésessé tette, hogy lesz-e egyáltalán tűzijáték. Tehát maga a látványosság léte is kérdéses, bizonytalan. Tehát igen, nagy az esendőség ennek a látványnak és ennek a programnak. Amikor pedig már föllötték a különböző petárdákat, a szebbnél szebb látványt nyújtó tűzijátékot, akkor is érdemes megfigyelni, hogy amikor elhangzik a nagy dörrenés, és aztán kibontja magát az a szép tűzvirág, az a vagy pálmafához, vagy valami szép lombos ághoz és fához hasonló, vagy egyéb szikrázó, csillogó tüneményekhez hasonló látványosság, akkor az szinte másodpercek alatt elhamvad. Tehát tovatűnik, és csak egy füst marad belőle, amit aztán a szél tovább fúj, tovább visz, mint ahogy az idei tűzijátékon ez igen intenzíven működött, és vége. Persze jön az újabb és újabb látvány, de hasonló sorsra számíthat az újabb petárda is, mert az is elhamvad, és a füstöt a szél tovább fújja. Az üdvösségről gondolkodunk, most Szent Máté evangéliumának a 20. fejezetéből az első 16 verset olvastuk. Az egyetemes meghívásra figyelünk, Isten mindenkit meg akar hívni az ő országába, meg akar hívni az üdvösségre, és a példabeszéd is úgy kezdődik, mint egy magyarázattal, hogy a mennyek országa olyan, mint ez a meghívás, amikor a szőlős gazda felfogadja a szőlőmunkásokat. Az a meghívás, és az az egy dénár, amely a napi munkabér az üdvösség elérésének lehetőségét jelenti. Ez örökkévaló lehetőség, el nem múló lehetőség. Ezért is mondjuk ezt örök boldogságnak. Erre hív az Isten, aki megadja, hogy már itt a földi látható világ mellett, és ezzel együtt jelen legyen a láthatatlan, hiszen a mennyek országa rejtett módon van itt a világban, azt csak különös látó szemekkel, lelki szemekkel és hittel lehet felfedezni, és ebbe bejutni ugyancsak hittel, de ugyanakkor szabad emberi döntéssel lehetséges, rejtett módon van itt jelen, ezért is figyelmeztet az apostol, Szent Pál, hogy az odafönt valókat keressétek, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. És aztán azt is mondja az apostol, hogy ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk a figyelmünket. Ezt is szoktam gyakran idézni, és fogom is tenni, mert ne feledjük el, hogy a természet fölötti világ, a láthatatlan Isten országa, vagy rejtett módon jelenlévő Isten országa, itt van közöttünk, nem két egymás melletti rendszer ez valójában,
hogy vannak látható dolgok, hanem, és vannak láthatatlanok, hanem ez a kettő együtt létezik, együtt alkotja a valóságot. Úgy, mint a mi emberi valóságunkban, ugyancsak van látható a testünk, és van valami láthatatlan bennünk, a szellemiségünk, a hallhatatlan lelkünk, és a test-lélek egységében létezik az ember. Tehát mi sem alkotunk két rendszert, hogy van bennünk valami testi, és van bennünk valami szellemi. Ez nincs bennünk ketté választva. Együtt működik a kettő, sőt jó, ha figyelünk is arra, hogy a testi dolgok mennyire hatnak a lelkiekre, és a lelki dolgok mennyire a testiekre. Különösen a testi egyensúly vagy egészség szempontjából szoktuk fölhívni a figyelmet arra, hogy a lelki dolgok mennyire befolyásolják a testi állapotunkat, és aztán a lelki életünk épsége szempontjából szoktuk magunkat figyelmeztetni arra, hogy a testi dolgok is mennyire befolyásolják a lelkieket, hiszen mind a jót, a jó cselekedetet, vagyis a lélek kincseit testi adottságainkkal tudjuk gyűjteni és kifejezésre juttatni. Ugyanúgy a bűnt is az ember a testében követi el, ugyancsak Szent Pál figyelmeztet a Galata levélben, figyelmeztet arra, hogy amint vetünk, úgy aratunk, ha lélek szerint vetünk, akkor lelki dolgokat aratunk, ha testben vetjük el az értékeinket, akkor a testi dolgok által aratjuk a romlást, mert itt a test és a lélek ilyen értelemben a döntéseink értékrendjét mutatják, és bár nem áll ellentétben a test és a lélek, de mégiscsak az apostol figyelmeztet, hogy van test szerinti élet, és itt a csak anyagiakra korlátozó figyelemről van szó, és van a lélek szerinti élet, amely észreveszi és tudomásul veszi azt, hogy itt van a Földön velünk együtt, és az egész életünk, a valóságunk része a természet fölötti is, a természet fölötti világ. Ez nem csak úgy túlvilág, ahogy sokan gondolják, hogy majd ha meghal az ember, akkor eljut a túlvilágra. Ez az úgynevezett túlvilág, vagy mondjuk szebben a mennyek országa itt van közöttünk, és egy valóságot alkot az életünkben. Így hoztam fel példának a Szent István napi eseményeket, a természet fölötti ünneplést, az eukarisztiában, az úrvacsorában, és a látványosságot, csak e világi látványosságra figyelő érdeklődést, a tömegeknek az érdeklődését. És következtetésként azt is el kell mondanom, a Szent István hasonlat mellett, vagy után, el kell mondani azt, hogy mindenki, az a sok ember, az a nagy tömeg, akik ott voltak a rakpartokon, a hidakon, a hegyoldalakon, ők is mind hivatalosak a természet fölöttire. És ez nem ellentétes, nem kiváltságosaknak szól az eukarisztia meghívása, hanem mindenkinek szól. Ezt fejezte ki nagyon szépen az ország kenyerének megáldása, amit Bíboros úr megtett, amikor a Szentmise kezdetén az óriási kenyeret, mondjuk így jelképes kenyeret, a nemzet kenyerét megáldotta, mert valóban a föld terméséből, az emberi munka fáradozás gyümölcséből lesz az élet kenyere is az eukarisztiában. És ez is mutatja, hogy ott volt a mindennapi kenyér, annak a jelképe, a nemzet kenyere, és ott volt az élet kenyere, az is egyébként mindennapi kenyér, aki naponta áldozik, vagy részesül az eukarisztiában, tehát arra is megvan a lehetőség, de ez a kettő együtt volt, és egy asztalon volt. Az egyik a
földi táplálék kenyere, a másik a lelki táplálék kenyere, a szentostya, és ugyanazon az asztalon, és ez mutatja, hogy ez a kettő elválaszthatatlan. Mert amikor a mennyekben lakó atyánkhoz fordulunk, akkor tőle a természet fölötti világból kérjük a mindennapi kenyeret, mert ő itt van velünk, és velünk együtt él, velünk lakó Isten, és megadja itt a földön is a megélhetésünkhöz szükséges táplálékot és elegendő segítséget, mint ahogy a mostani példázat is ezt mutatja, a szőlősgazda azt a napi létminimumot, azt a napi minimálbért megadta minden egyes szőlőmunkásnak, még azoknak is, akik az utolsó órában érkeztek. Gondolkodjunk el tehát a példázaton így módon is. A Szent István napi élményt vagy tűnődést azért említettem, mert erről szól valójában ez a példabeszéd, hogy mindenki meghívott az Úr asztalához. Tehát pontosabban azt lehetne mondani, hogy talán ahogyan 1938-ban az eukarisztikus világkongresszuson hajón vitték az oltári szentséget, talán egy ilyen szép esemény is előfordulhatna egyszer vagy valamikor, hogy akár egy hajón történik a nagy ünnepi szentmise a Dunán, és körülveszi az a nagy tömeg, ugyanolyan nagy, korlátlan nagy létszámban, ahogyan a tűzijátékra összegyűltek az emberek a rakpartokon, és éreznék, bárcsak éreznék, ennyien, ilyen sokan, érezné mindenki, hogy az örök élet asztalához és az örök élet valóságához ők mindnyájan hivatalosak, és eljuthatnak. Mert mindenkinek megadja a lehetőséget, mai szóval az esélyt, az Úristen arra, hogy részese legyen az örök élet boldogságának, és már annak előzményeként a vele való találkozásnak, amely kiváltképpen az ünnepi együttlét, az eukarisztikus együttlét formájában valósul meg, ahol egyszer s mint táplálkozhatunk az Isten igéjével, az ő tanításával, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Úr ajkáról származó igékkel is, és együtt az eukarisztiában, az Úr vacsorájában. Tehát ez olyan lehetőség, olyan ajándék, amely mindenki számára elérhető. Miről is szól ez a példázat, a szőlő munkások története? Isten egyetemes, üdvözítő, jó akaratáról, szeretetéről. Műsorunk második, rövidebb részében kibontjuk még a Szentírás szempontjai szerint is ezt a történetet, de most kis elmélkedési szünetként, pihenésként hallgassunk zenét. Thank you.
Kedves nézőink, most folytatjuk a Lélekemelő című vallási műsorunkat. A mai alkalommal Szent Máté könyvéből, evangéliumából olvastam föl egy részletet, a 20. fejezet első 16 versét. A szőlős gazdáról, a szőlőmunkásokról, a munkalehetőségről szól a történet, de ahogyan a bevezető magyarázat már megjelöli a témát, valójában itt a mennyek országának jelenségéről hallhatunk, erről kapunk üzenetet az Úr Jézus kinyilatkoztatásából. Az üzenet legfontosabb igazsága az, hogy Isten mindenkit hív az üdvösségre. Vagyis Isten egyetemes, nagylelkű szeretetéről gondolkodunk, minden ember lehetőséget, esélyt kap a vele való találkozásra, Isten megismerésére és majd egykor színelátására, és itt a Földön a természetes és értelmes élethez, az örökké valóságban pedig a boldog, határtalan élethez. Erre kap tehát az ember meghívást, az Úr mindenkit felfogad, mindenki számára kijelöli itt a Földön az értelmes élet útját. Egy szőlős kertről hallottunk, szőlős gazdáról, akinek van intézője is, ott van a piactér, ott vannak az ácsorgók, a munkakeresők, munkavállalók, ott van a fizetség, az egy dénár, amely a napi minimálbére, a megélhetésnek a minimális összege, és ott van a legfontosabb, a nagylelkű, meghívó szeretet a szőlős gazda részéről. Mint említettük, már az Ószövetségben az Úr szőlője, az ő szent népe, tehát a szőlőskert a választott népet jelenti, és ebben a kifejezésben benne van az, hogy a választott nép Istenhez tartozó, az üdvösség reményét hordozó közösség, tehát jól tesszük, ha itt inkább az Isten meghívására, az Istennel való együttélésre gondolunk, bár ez ebben a világban van, tehát nyilván ebben a világban bontakozik ki, de itt gondoljunk a természet fölötti dolgokra. Még egy másik helyszín, ahonnan eljut az ember a szőlőskertbe, és ahol aztán értelmesen élheti tevékenyen az életét, ez a piactér. A magam érzései szerint a piactér alatt értem a világot, az e világban élő embert, aki többre törekszik, mint ennek a világnak a kínálata, értékei, aki bár ebben a világban kapott helyet, de mégis valami többre vágyódik, és úgy akarja élni a mindennapi természetes életét, hogy azon felül, hogy értelmes módon tölti az idejét, megvalósítja azt, hogy ő többre hivatott és magasabb rendű célok elérésére is van a lehetősége, tehát így módon él és gondolkodik, ebben az értékrendben bontakozik ki az élete, tehát a piactérről el kell jutni a szőlőbe, az Úr szőlőjébe, és erre megvan a lehetőség, hiszen a különböző időpontokban felfogadja az Úristen a jelentkezőket. Bár ott vannak az ácsorgók, és ha kívülállóként nézzük őket, és ezt kiemeli a példázat is, hogy azért ott van a lelkiismeretvizsgálati kérdés, hogy miért ácsorogtok egész nap tétlenül, de akik ott vannak, bátran és nyugodt lelkiismerettel válaszolnak, senki nem fogadott fel bennünket. Tehát nem lusták voltunk, nem hanyagok, nem közömbösek, nem naplopók, hanem kerestük a lehetőséget, csak nem volt. Az esélyt, a lehetőséget az értelmes életre mindig a szőlős gazda adhatja meg, főleg azáltal, hogy meghív a szőlőbe. Ne feledjük el, a Biblia már az első oldalain arról tesz bizonyságot, hogy az Úristen az embert
az ő munkatársává fogadta. Tehát a Teremtőnek a munkatársai lehetünk, és feladatot is kapunk, hajtsátok uralmatok alá a földet. Tehát ezért valóban szomorú és fájdalmas, hogyha egy embernek nincs lehetőség az értelmes tevékenységre, valakinek nincs munka lehetősége, tehát fájdalmas és nehéz körülményt teremt az ilyen nehézségekre történő kárhoztatás, tehát amikor valaki nem tud a hivatásának, az adottságainak, az ő emberi jó akaratának megfelelően élni vagy tevékenykedni. Ez a példabeszéd többről szól, mint hogy a munkanélküliség problémáit ecsetelje. Itt az üdvösségről van szó, amit az ember elérhet, hogyha együtt működik az Úrral, ha elfogadja az ő hívását. A piasztérről el kell jutni a szőlős kertbe, és ezek a szőlő munkások eljutnak oda, felvételt nyernek a munkára, és a munkáért megkapják az utolsóktól kezdve, ahogy a példázat mondja, az elsőkig, a megállapított, vagy megállapodott bért, ahogy megállapodnak a szőlős gazdával. Ez pedig egy dénár a létminimum, ami ugyanakkor, mint említettük, azt az alsó ponthatárt jelenti, ahogy még be lehet jutni a felsőoktatási intézménybe, tehát legyen ez az egy dénár most itt a közös gondolkodásunk szempontjából, az üdvösségnek a lehetősége, ami már elegendő ahhoz, hogy valaki az Úr közelében legyen. És tegyük hozzá, hogy azok, akik háborognak, tehát a példázatnak az összefüggései szerint, akik reggeltől kezdve dolgoznak, arra hivatkoznak, hogy ők viselték a nap hevét, terhét, tehát nagyon sokat dolgoztak, és ők ugyanúgy csak egy dénárt kapnak, mint az utolsó órában felvettek. Úgy is meg lehet közelíteni, hogy na de mi többet voltunk az Úrral, többet lehettünk az Úrral. Egész nap az ő közelében lehettünk, egész nap vele együtt dolgozhattunk, tehát inkább örülni kéne annak, ha valaki az Úr közelében van, és többet lehet az Úr közelében, többet kap az Úr jelenlétéből, mint aki csak később érkezett. Ugyanis biblia történet értelemben itt arról is szó esik, hogy ott van a választott nép, akik már korábban és évezredekkel korábban meghívást kaptak az üdvösségre, mint a pogányok, akik a megváltó eljövetelével és a megváltó parancsa szerint kapnak lehetőséget és kapnak meghívást az üdvösségre. Amikor az Úr Jézus Krisztus, ami megváltónk, elküldi az apostolait, menjetek az egész világra és hirdessétek az evangéliumot, és térítsétek meg az embereket, hívjátok meg az embereket, és kereszteljétek meg őket. Tehát az egész világra szól az üdvösség. Ebben az összefüggésben, vagyis a pogányok szempontjából, akik az utolsó órákban kapnak lehetőséget, úgy tűnik, minthogyha akik előbb kapták a meghívást és az üdvösség lehetőségét, valami sérelmet szenvedtek volna, csorbát szenvedett volna az ő méltóságuk, kiváltságuk, akik Ábrahámtól kezdve meghívást kaptak az üdvösségre. Ebben az összefüggésben is mondhatjuk, hogy örülnie kell annak, aki már korábban meghallja az Úr hívószavát, vagy korábban biztos lehet az üdvösség ajándékában, és együtt élhet az Úrral. Az Úr szőlője, az ő szent népe. Ez az állapot, ez a meghívás megtisztelő, és ebben az összefüggésben tehát nem a háborgásnak van indokoltsága, mint ahogyan a példázatbeli első órában érkezettek, méltatlankodnak, hanem föl lehet fogni ezt az öröm oldaláról is.
milyen jó, hogy én már korábban együttműködhetek az Úrral. Keresztény közösségben is mi sokszor előfordul, hogy vannak később megtértek, vannak, akik felnőtt korukban jutnak el a hitre, vagy ismerik fel a hit ajándékát, vannak, akik belenőnek, beleszületnek egy hívő családba. Sokszor előfordul az e fajta féltékenység, hogy na hát láttuk és ismertük ezt az embert, hogy hogyan élt, milyen bűnös volt, vagy milyen életformát választott korábban magának. Na és akkor most itt van közöttünk, és ő ugyanúgy üdvözülhet. Tehát ez a hívő, idézőjelbe téve, szent féltékenység, ez a keresztény körökben is előfordul, de ugyanúgy vonatkozik mi ránk is, hogy inkább örülni kéne a megtéréseknek. Örülni kéne az utolsó érkezőknek is, vagy az utolsó órában érkezőknek is, hogy eljutottak az üdvösségre, sőt, azon kell fáradoznunk, hogy minél többen és még időben, amíg időnk van, jussanak el Isten ismeretére és szeretetére. Tehát a példázat is megfelelő módon helyteleníti a féltékenységet, a féltékenykedést, és nem is az a dolgunk, hogy méricskéljünk az Úr nagy lelkű szeretete szempontjából, hiszen ő azt adja, és úgy adja, és olyan mértékben adja, amit és ahogyan ő akarja, és legfőképpen az Úristen önmagát adja, méricskélés nélkül, határtalan szeretetében, tehát mi nem vagyunk illetékesek abban, hogy az Úr határtalan üdvözítő szeretetét korlátozzuk, vagy kifogást emeljünk abban a tekintetben, hogy ha mi üdvözülünk, vagy üdvözülhetünk, akkor hogyan jön oda még más is, hogy kerül be még, hogyan csúszik be valaki még az ajtórésen az utolsó pillanatban a mennyek országába. Az Úr szőlőjéről, a szőlő munkásokról hallottunk. Felmentettük ezeket a szőlőmunkásokat a naplopó megbélyegzés alól, mert hiszen ők csak munkalehetőséget vártak, azért ácsorogtak, mert nem fogadta fel őket senki. Van azonban egy olyan valós veszélyhelyzet, amiről szót kell ejtenünk, amikor valaki csak azért ácsorog a piac téren, mert hát ő szeret lődörögni, mert úgy nem találja, vagy nem akarja találni az élete célját, értelmét, vagy nem szívesen használja ki a munka erejét, a saját lehetőségeit, a saját tehetségét, vagy emberi erőforrásait, vagyis aki hanyag, aki vétkes mulasztással tétlenkedik ott a piac téren. Őket is meghívja az Úr, ha kell, és akarja is az Úr megszólítani, meghívni őket. Kérdés az, hogy akarnak-e beállni, akár az utolsó órában is dolgozni. Akarnak-e saját maguk változtatni a helyzetükön? Tehát akarják-e az esélyeiket kihasználni? Bizony ez a vétkes mulasztás, ez a felelőtlenség nagyon sok ember lelkét terheli, és ebben az esetben hangsúlyoznunk kell az utolsó óra fontosságát. Addig kell meghallani a hívó szót, addig kell elfogadni a munkalehetőséget, amíg ez fennáll. Érdekes az idő beosztás és a régi óra számítás, ami reggel 6 órával kezdődik, az a korai időpont, az reggel 6 órának számít, amikor kora reggel kimegy a szőlősgazda felfogadni a munkásokat, aztán jön a harmadik óra, az a mostani délelőtt, vagy reggel 9 óra, aztán jön a 6. óra, a régi óra számítás szerint, ami a mi déli időpontunkat jelenti. Aztán jön a 9 óra, ami már tulajdonképpen a délután 3 órát jelenti.
és aztán hallottuk, hogy 11-kor még kimegy, hát akkor ez már igazán mondhatjuk, hogy ez a délután 5 óra, és akkor a 12 órával a munkaidő, vagy a nappali óraszámítás befejeződik, az az este 6 óra. Tehát a 11. órában, akik elmennek még dolgozni, azt fogjuk fel így, hogy a régi számítás szerint értelmezve az a délután 5 óra, tehát még van egy órájuk este 6-ig dolgozni. Hát ez az az egy óra, ami most ebben az utolsó gondolatkörben igen fontos, amit ki kell használni. Amíg időnk van, addig kell munkára vállalkoznunk, addig fogadhatjuk el a meghívást a mennyek országába. Amikor vége a munkaidőnek, akkor már sem munkalehetőség, sem egy dénár nincs. És akkor ott marad a sötét, hideg éjszaka a megélhetés lehetősége nélkül. Hát ez az a súlyos kifejezés, amit mi kárhozatként szoktunk emlegetni. Ezt is bele lehet érteni a mostani példázatba, de ez nyilván azokra vonatkozik, akik elhanyagolják a lehetőségeiket, esélyeiket, üdvösségüket, akik felelőtlenek és csak a mának élnek, és azt hiszik, hogy létezik személyesen akár az úgynevezett szerencse, ami vagy aki majd segít rajtuk, de szerencse nincs, csak üdvözítő Isten és gondviselés. Aki a mi legjobb javunkat akarja, és legnagyobb boldogságunkat, az örök üdvösséget. Ezen gondolkodjunk el most, hogy megismerhettük, ismét hallhattuk Szent Máté evangéliumából a 20. fejezet első 16 versét. Mindannyian meghívottak vagyunk, együttműködők lehetünk az Úrral, vele együtt tevékenykedhetünk, értelmes életet élhetünk, és a legnagyobb ajándékban hív és ajándékban részesít minket, mégpedig az üdvösségben. Használjuk ki akár az utolsó órát is, ha csak akkor kapunk lehetőséget a munkára, de örüljünk annak, ha már kora hajnaltól együtt lehetünk és együtt működhetünk az Úrral, mert korábban kaptuk a meghívásunkat és az Istennel való együtt tevékenykedés lehetőségét. Sok gondolatot kaptunk, hallhattunk az evangéliumból. Bízom abban, hogy kedves nézőink eltűnődnek ezeken a gondolatokon, vagy egyet-egyet felelevenítenek, amikor akár előveszik majd a Bibliájukat, és újra átolvassák ezt a példázatot a mennyek országáról. Szent Máté könyvének 20. fejezetéből az első 16 verset. Kívánom, hogy legyen gyümölcsöző, eredményes a gondolkodás, az elmélkedés, de még inkább az Úrral való együttlét, a vele való együttműködés. Jó kívánságom után szeretettel búcsúzom a Lélekemelő című vallási műsorunk végén. Dicsértessék a Jézus Krisztus!